Február 15-től a betegeknek vízidíjat kell fizetni az orvosi rendelőkben. A házi orvosok első tapasztalatai szerint a betegek fegyelmezetten vették tudomásul a változást. Összefoglaló a vizidí első hetéről. A négyes számú rendelőben fokozatosan készültek fel a vizidí bevezetésére. Így február 15-től minden adott volt az ökkenőmentes átállásra. Először is nyomtatványboltot kellett keresni, amit sikerült megtalálni, és a megfelelő nyomtatványt megrendelni. Tudnélik február 15-től vizitdiak befizetésekor minden esetben nyugtáltatunk a betegnek. Ezzel igazoljuk, hogy ő befizette a vizitdíjat, ugyanakkor igazoljuk magunkat a másod példánya, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően mi ezt teljesítettük. Dr. Vejzoltán elmondta, nagy hangsúlyt fektettek a betegek tájékoztatására. Készültünk továbbá úgy a bevezetésre, hogy az éppen rendelkezésre álló rendeletet, illetve törvényt kinyomtattuk, és a váróba kihelyeztük. Ennek szövegezése olyan, hogy az egyszerűbb ember is meg fogja érteni, és meg fogja tudni érteni. Ezen hát szöveg elsősorban arról szól, hogy ki az, akinek felmentést ad a jog azzal kapcsolatosan, hogy vizitdíjat ne fizessen. Továbbá arról is szól, hogy mikor kell befizetni, mennyit kell befizetni, mit jelent, ha be a beteg házhoz hívja az orvost, vagy házhoz kell menni, mit jelent a sürgősségi ellátás. Továbbá az is, hogy ügyeleti ellátás esetén, sürgősségi ellátás esetén mikor kell és mennyi vizitdíjat Dr. Van László rendelőjében valóságos roham alakult ki a vizitdíj bevezetését megelőző napokban. A háziorvos úgy látja, a betegek megfelelően informáltak voltak a rendeletet illetően. Fegyelmezetten tudomásul véve a tényeket hozták a nem 10 forintot, nem 10 ezer forintot, hanem lehetőleg váltás nélkül a 300 forintos összeget. Mi rákészültünk számlával, gépi számlázással, és ott végelményben hosszú távon majd meglátjuk, hogy hogy alakul a betegforgalom, de a 12. naptát tehát a múlt hét fő, az borzalmas volt, mert itt helyben fizesebb, a 110-es forgalmat bonyolítottunk le. Ugyanakkor 15-én, 16-án, illetve 19-én, tehát három nap alatt csak 96 beteg volt. Dr. man szerint február 15-e után sem növekedett számottevően a várakozási idő a rendelőben. Elméletileg előjegyzési rendszer van, amit én szerintem most már, hogy tudjuk, hogy mi az a 31 sürgősségi ellátási körbe tartozó betegségi csoport, kőkeményen be is lehet tartatni. Mert ugye eddig úgy volt a jogszabály, hogy csak előjegyzéssel, kivéve a sürgősségi esetet, de ez nem volt definiálva. Most már definiálva van, hogy mi az, és akkor kimutatunk a táblára, hogy kérem szépen ez nem sürgősségi ügy, kérjen holnapra előjegyzést. Tehát irányíthatóbbá vált a betegforgalom nagyjából tudjuk tartani az előjegyzési időpontokat, és mondjuk a technikai része az, ami hát kicsivel nyújtotta az egy betegre fordított időt, mert nem egészen 30 másodperc az, amit a és államtitkárnő jelzett, hát valamivel több. Dr. Pászor József a kistérség több településén is tart rendelést. Ő azt tapasztalta, hogy a minisztérium ellentmondásos tájékoztatása miatt a betegek egyes csoportjai úgy gondolták, rájuk nem vonatkozik a vizitív fizetési kötelezettség az úgynevezett szociálisan rászorult emberek azt hallották a tévében, meg rádióban, hogy nekik nem kell vizitdíjat fizetni, és vitatkozni kellett velük, hiszen ők azok, akik ma mindenféle támogatást munkanélkül is megkapnak, ők azok, akik 200 forintot kapnak minden hónapban pluszban, míg a dolgozó emberek egy fillért nem kapnak ehhez az egészhez, ők azok, akik legjobban hőbörögnek. Dr. Magyar István a Központi Orvosi Ügyeletet működtető KFT szakmai vezetője elmondta, a sürgősségi betegellátása külön szabályok vonatkoznak a vizit fizetését illetően. Az ügyeleti ellátást általában sürgős szükség esetén szokták a betegek igénybe venni, és ez a jogszabály kritériumoknál fogva vizidi mentes tevékenység, illetve amennyiben az ellátás igénybevétele indokolatlan, akkor 1000 forint a díja. Ilyen például, hogyha valaki azért jön be, hogy írjunk fel neki fogamzásgátlót éjszaka, ez nem indokolt erre, napközben is sor kerülhetett volna például. Ilyenkor 1000 forint vizitdiat meg kell fizetni. Az ügyeleten az orvos dönti el, hogy adott esetben indokolt volt-e a sürgősségi ellátás igénybevétele a betegek érdekében mondom, hogy ne tartsa vissza a betegeket, a panaszosokat az, hogy esetleg vizitdíjat kéne fizetni, mert az orvosaink kellő empátiával rendelkeznek. Tehát bele tudják élni magukat a panaszosnak a lelki világába, a pillanatnyi állapotába, és a vizitdíjat csak kirívó esetekben szoktuk kérni. Dr. Vej Zoltán arra is számított, hogy a vizitdíj bevezetése után megváltozik az eddigi orvos-beteg közötti viszony. Én attól féltem, hogy a beteg és az orvos közötti viszony, ami évek, vagy mondhatom hogy évtizedek alatt kialakult, talán a vizidi kapcsán egy kicsit majd zavart szenved, és a feszültség lesz beteg-orvossa között. Úgy gondolom, hogy nem lehet elmondani, ezt mondhatom, hogy zöggenőmentesen, lakáson is zöggenőmentesen történt az átállás. Dr. Pásztor úgy véli, az utóbbi időszak törvényi változásai alapvetően korlátozzák a gyógyításra felesküdött orvosok szuverenitását. Nekem egy kicsit kellemetlen, mert közel 30 éves orvosi praxisom alatt én pénzt még nem kértem betegtől. Most viszont kénytelen vagyok kérni, és ez a számomra nagyon megalázó. Én nem erre esküt, nem arra tettem esküt, hogy egy miniszter szája íze szerint írom majd fel a gyógyszereket, hanem megküldöm a betegeket különböző szakvizsgálatra, hanem arra, hogy legjobb tudásom szerint dolgozom. De ezt nem tarthatom be, és azt hiszem, hogy nem csak én, hanem egyetlen egy orvos sem tarthatja be. Volt-e olyan eset, aki valaki, hogy valaki megtagadta a vizitív fizetést? Nem. Nem.